apró malőrök voltak a mai nap folyamán is, de hát abszolváltuk a, illetve megoldottuk a hibákat, kiküszöböltük, és hát itt vagyunk végre az első helyen. Pont beszéltük a Nándival, meg a csapat, hogy idén nyertünk körül úgy gyorságit, és ennek ellenére sehol nem vagyunk, mindig volt valamilyen problémánk. Mai nap is volt, ahogy mondtam, említettem az előbb, de hál' Istennek azért belefért az időkbe. A verseny nagyon jó volt, a pályák nagyon jók, az idő szép volt, úgyhogy boldogok vagyunk, és hát örülünk, hogy itt lehetünk, és reméljük még egy jó pár versenyen népesíthetjük a Rally Tour bajnokságot. Tökéletesen, abszolút második helyen végeztünk, kategória első, és igazság szerint a pályák nagyon tetszettek. Ugye nem mentem soha, most tudom majd összehasonlítani a későbbiekben, hogy melyik pálya mennyire tetszett. Ezek nagyon-nagyon-nagyon tetszettek, igazi rally pályák voltak, és egész jókat tudtunk rajtuk menni. Autóval minden rendben volt? Kisebb hibákat eltekintve, igen, amit ne lehetett volna orvosolni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy minden rendben volt, mert jól bírta. A rendezés nagyon jó volt, pörgős verseny volt, úgyhogy hosszú etapon egy kicsit lehetett pihenni a következő körre, de minden nagyon jó volt, úgyhogy tetszett. Hát az autó az úgy néz ki, hogy kezdünk összeszokni vele. Nehézkes volt a BMW után megszokni ezt az előhajtós dolgot is, de úgy érzem, hogy úgy nap közepétől kezdtünk rátalálni a dolgokra. El kell hinni nagyon a féket, az, hogy az autó be fog fordulni, és jó futóműbeállítást találtunk, én úgy érzem. Emellett nem volt műszaki hibánk, pontosan mentünk, nem kaptunk befektet, egy karsz nem érte az autót, hál' Isten. Ezt köszönhető az új navigátoromnak is, Szabó Beának. Úgy érzem, hogy jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy remélem, hogy a jövőben is tovább sikeresek leszünk. Hát elkezdtük ugye mai napot a új gyorsaságival. Rögtön a második, harmadik kanyarban, amik benne a faluban megforogtunk. Aztán egy kicsit óvatos sövettük utána a figurát. A második, harmadik gyorson lejöttünk. Igazán nem messzes rakatszal, nem a kedvencem. De lejöttünk rajta. A Viszlót azt már jobban szeretjük. Ott jöttünk is egy abszolút harmadik időt. Végül is problémamentesen behoztuk a kocsit az első körbe. A második körbe megint a faluba volt egy kis megforgásunk az első gyorson, utána messzes rakaca úgy, ahogy lejött, Viszlót megint imádtuk, szerintem azt mondhatom is, hogy az a kedvenc gyorsasági, mint ezen a versenyen. És akkor a második kör után úgy nézett ki, hogy 4,8 másodpercre voltunk a Bedőimitől, és mögöttünk volt a Szabó Barna 2 valamennyire. És akkor elhatároztuk, hogy hát megpróbáljuk megelőzni az Imit, meg a Barnát magunk mögött tartani. Végül is nem mentünk rosszakat, amit lehetett, hogy kihoztam az autóból. Egész jó időket is jöttünk. Ebből a tervből az sikerült, hogy az Imrét megelőztük. A Barna meg az utolsó gyorsan jött valami Uber időt, egy abszolút időt. És ő 2 másodpercen bejött elénk. Így lettünk abszolút negyedikek a nap végére. Hát jó volt a verseny, élveztük, nagyon jó gyorsaságik voltak. Nagyon sajnáljuk, hogy az utolsó előtt a gyorsaságin tönkre ment a hajtásunk, és hogy visszacsúsztunk a harmadik helyről az ötödikre. Milyenek voltak a pályák? Jók, nagyon veszélyes volt mind a három, az új is. Kicsit féltünk, hogy milyen lesz majd az új pálya, de nagyon-nagyon jó volt, izgalmas volt, igazi vérvedi rally pálya, úgyhogy tetszett. Milyen volt a navigátor? Navigátor Gábor? Hát neki még azért új terep ez a navigálás. Igazából szurkolók is tudják, hogy remek videókat szokott készíteni, de viszont nagyon lelkes és tényleg igazán ambiciózus, úgyhogy sokat tanul szerintem a hétvégén.
egy versenyre szólt a navigálása, vagy a továbbiakban is együtt működtök? Ez csak egy versenyre szólt, így is beszéltük, de akár majd lehet belőle több is. Ha hoz szponzort? Hát az mindig egy előnyös dolog. Hát igen, ez nagyon kell. Ez már zaklatás, amit...